Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a 2021-es év első krédó adásában. Mai műsorunk első felében rendhagyó módon egy kis filmet készítettünk Önöknek. Egy olyan különleges katedrális tervéről van szó, amely Makovecz Imre egyik utolsó alkotása, és amelynek megvalósulása érdekében egyre többen szállnak síkra. Makovecz Imre volt a 20. század egyik legmeghatározóbb magyar építésze. Neve elválaszthatatlan a hazai organikus, más néven szerves építőművészettől. Egyben ő is volt ennek a szemléletmódnak a legnagyobb hazai apostola és iskolateremtője. Bárki fel tud sorolni a saját környezetében egy-egy makoveces épületet. Ismerjük az általa alkalmazott stílusjegyeket annak ellenére, hogy sem a kommunizmus, sem pedig a rendszerváltozás utáni a főváros irányító baloldali hatalom nem nézte jó szemmel Makovecz Imre nemzeti keresztény polgári értékrendjét. Így templomai, kultúrházai, sportlétesítményei ma főként a vidéki Magyarország térképén magasodnak. Makovecz Imre zene édesapja volt a 20. század egyik legjelentősebb magyar építésze. Az ő neve egybeforrott az organikus építészettel. Mit jelképez, vagy miben áll ennek az építészeti stílusnak a lényege? Ég és föld közötti építészet. Összekötni az eget és a földet, a feljebb valót és a lentebb valót, a sötétet és a világosat, a bennünk élő jót és rosszat, amelyeknek a jelenléte egyidejűleg határozza meg az életünket, és amelyből ugye neveltetésünk és hitünk alapján mindenképpen a felfelé törekvő utat keressük. Azt hiszem, hogy ezek jelennek meg az ő épületébe, és ezt érzi mindenki, aki belép egy Makovecz házba. Már fiatal korában kiütközött egyéni látásmódja. Eredeti kompozíció épületei merőben újnak és egyben réginek, sőt ősinek hatottak, de gondoljunk csak bele, a híradók ekkoriban gigantikus lakótelepek átadásáról számoltak be, nem pedig a falvakról, ahogy ő fogalmazott, a másik Magyarországról. A kommunista hatalom idegenkedve nézett mindenre, ami nem a haladást, a modernizmus tekintette istenének. Tehetsége mégis utat tört, és már a rendszerváltozás előtt számos máig jól ismert épülettel tette le kézjegyét. Így vált az organikus építészeti stílus megteremtőjévé, a másik Magyarország egyik legnagyobb szellemi alakjává. Szavára művészek, jeles gondolkodók, közéleti szereplők figyeltek oda. Úgy ismerkedtem meg vele, hogy Lakner Lászlónál, kiváló festőnél voltunk, nem vendégségbe, csak hát néha találkoztunk. A vendégség túl szép szó lett volna, ott kínálat, mifene minden lett volna. Ott ismerkedtünk meg Makovecz-szel, mert ők osztálytársak voltak, de Makovecznek el kellett mennie. És amikor elment, ebből is látszik, hogy Lakner László tehetséges ember volt, ránk fordult és azt kérdezte, ugye iridlitek? Jogos kérdés volt, irigyeltük tőle. Ez, amikor valakivel 10 percig el van együtt az ember, amiből rengeteg időt elrabol a köszönés meg a bemutatkozás, tehát egyébként meg sem bukkan egyik se, mégis jogos kérdés, hogy irigylünk-e valakit, hogy milyen barátja van. Aztán szerencsére barátok lettünk mi is. Amikor eljöttek a változás évei, már szabadabb körülmények között egy kevésbé gátló közegben tudott alkotni. Így máig neki köszönheti csúcsos templomát Paks, Százhalombatta és Siófok. Ki ne látta volna már a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pilis Csabai kampuszát, a makói hagymaházat, vagy éppen az egri úszodát. De a szevillai világkiállítás magyar pavilonja, vagy a csíksomlyói hármas halom oltár is mind-mind az ő keze munkáját dicséri, mint meg annyi más ismert, csak is ő rá jellemző épület országszerte. A mi kapcsolatunk az tisztán apa és fiúi volt nagyon sokáig. A kép persze összeáll felnőttként. Tehát azok a mesék, amiket nekem mondott, azok ugyanazokat az alapvető konstrukciókat hordozták magukban, mint amiket az épületeik is.
Ezt gyerekként az ember nem érzi, csak azt érzi, hogy a mesében minden rendben van. Fönt van az, aminek fönt le kell lennie, és lent van, aminek lent kell lennie. A jó az jó, a rossz az pedig rossz, és nincsenek összekeverve az értékek, ahogy ez manapság sajnos viszonylag trendi, hogy úgy mondjam. Nagyon jó volt a kapcsolatom vele, nagyon sokat és nagyon mélyeket beszélgettünk, tehát hála Istennek nem úgy ment el, hogy úgy érezném, hogy mennyi minden nem történt meg, ami megtörténhetett volna. Persze egy ilyen kapcsolat annyi dolgot rejteget, hogy persze ki tudja, hogy még mi minden várt volna ránk. De ahogy mondtam, így ilyen értemben hiányérzetem nincs. Viszont ugye itt van ez a fantasztikus örökség, amit a család úgy döntött, hogy egyrészt egyben tart, másrészt pedig ápolni kell, ezért hoztuk létre az alapítványt. És az alapítvány elnökeként, ha tetszik, ha nem, egyébként tetszik, nap mint nap foglalkoznom kell ezzel az örökséggel, és ezen keresztül gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyok vele. Azt már kevesebben tudják Makovec Imréről, hogy egészen máig éppen szülővárosában, ott, ahol élt, alkotott és meghalt, Budapesten nem áll egyetlen általa megálmodott középület sem. Így ment el 2011 őszén. Élete végéig egy terven dolgozott. Egy templomén, amelyről már lehet, hogy valaha is megvalósulhat. De ő olyan konokul, ahogy küzdött egy életen át, csak húzta és húzta a vonalakat, mintha azok a végtelenbe tartottak volna. Egy budapesti templomot álmodott meg. Egy olyan merész tervet, amelyet építész még kevés alkotott. Amikor már érezte, hogy elhagyja az ereje, elment barátjához, és elvitte magával a terveket. Imre már nagyon beteg volt, erről beszéltünk az előbb, hogy ez egy ilyen hullámzó állapot volt, és egy nagyon-nagyon mély hullám, már attól féltünk, hogy ez nem is fog többet felemelkedni. Az Imre egy hosszabb hullámban otthon volt, és utána egyszer csak jobb kedve lett, és beállított a szobámba, és azt mondta, hogy hát öregem, hoztam valamit, és lerakott az asztalra egy ilyen összetekert papírt. Ez többször is előfordult, tehát vittünk egymásnak, beszélgettünk, jó barátok voltunk, nem is nyitottam akkor ki, és mondtam, hogy köszönöm szépen, és akkor ő ment, ez ott a Kecske utcában volt, ő lement az ő szobájába, elment, és kinyitottam, és akkor nem értettem az egészet, hogy valaki megnyer egy pályázatot, az a pályázat, amit megnyert, abban nagyon mélyen érzelmileg érintett volt a gyerekkor, az első áldozás, az én gyerekkorom is ott volt, ez a polgármester úr, és mindenki ott volt, megnyeri, eltelik néhány év, és anélkül, hogy bárki megkérné, azután, hogy mindenki dicsért, hogy milyen gyönyörű, amit csináltál Imre, hogy életed legjobb terve, hazamegy, nagyon súlyos beteg, valószínű már a Úristennel beszélget, vagy keresi, hogy mi van még, vagy hova megy, nem tudom, és rajzol egy egész más házat, egy fantasztikus katedrálist, ami tényleg meghaladja annak az egésznek a léptékét, ami előtte volt. Mit jelent ez ön számára, hogy tovább dolgozhat ennek a katedrálisnak a tervén? Tehát, hogy átvehettem a Kovec Imrétől ezt a munkát? Megtiszteltetés életemben ilyen nem történt. Imre mindig a drámáról beszélt, 10 éve foglalkozom vele, körülbelül 5 éve csak ezzel, és egy vén ember vagyok, de hát ezzel együtt, ha ezt úgy akarom, hogy megépüljön, ezt nem lehet papíron, ceruzával megrajzolni, hát abban nem lesz semmi. Másfele megy a világ, a legkorszerűbb módszerekkel dolgozunk, ez is. Ezeket én rajzolom, és nála kinyomtatják. Tehát ez nem egy sokak által összeálmodott valami, hanem ezeket végig kell vinni. 5. éve dolgozom ezzel a technikával, és gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy itt látja ezeket a kinyomtatott anyagokat, ugyanígy fogják ezeket kimarni kőből. Égbetörőbb és kifejezőbb, mint Gaudí Sagrada Família katedrálisa. Egy templom, amely nem csak megszentelt teret ad, hanem a szem számára is megmutatja Isten nagyságát. A teremtést benne teremtményeivel, az egész világot. Ahol egyszerre van jelen a menny a földdel, élők a holtakkal, emberek az angyalokkal.
ahol valóban láthatóan és érzékelhetően megvalósul a szentek közössége. Elmével szinte fel sem fogható magasságok. Makovecz Imre mégis képes volt a földre hozni ezt. Itt ülünk édesapja egyik szinte utolsó terve, egy csodálatos katedrális, háromdimenziós modelljének a két fél megvalósulása között. Ez például egy olyan gondolat, ez például egy olyan terv, ami megvalósulhatott volna, de nem valósult meg az édesapja életében. Ez a katedrális mit jelképez? Mi az, amit ő építészetileg megfogalmazott ebben a templomban? Hát azt lehet mondani, hogy ez a terv, ez a korona ékszer. Tehát ez az életmű csúcsa, ez vitathatatlan. Ebben annyi minden van benne, és azt lehet mondani, hogy a teljes életműnek az esszenciája megjelenik benne. Tehát ez, amiről az elején beszéltem, ez a kettősség, ez a fönt és lent, ez a jó és a rossz, ez mind ott van. Találkoztunk ezekkel a jegyekkel itt-ott az épületekben, de ilyen koncentráltan és ilyen világosan egyikben sem. Az üvegpadló például, ugye ott volt Sevillában, megrendített mindenkit, láttuk a fát a koronájával, a gyökerével együtt. Ami ott egy metafora volt, itt már ez nem metafora, ez itt világosan mutatja azt a pontot, ahol az életünket éljük. Az ég és a föld között, ahol minden percünk, minden tettünk, egy-egy döntés, egy-egy út elágazás a jó és a rossz irányába. Tehát ebbe a templomba át kell éljük azt az esendőségünket, azt az emberi mi voltunkat, ami ott lebeg ég és föld között, és törekszünk, hogy lehetőleg fölfelé haladjunk ezen az úton. Kétszáz angyal tekint le ránk a templom magasából. Makovecz Imre korábbi munkáiban is nagy jelentőséget tulajdonított ezeknek a mennyei lényeknek. Számos templomában ott állnak és vigyázzák Isten teremtett világát. Ő maga így vallott az angyalokról. Az angyalszárnyak nem csak az angyalokat jelentik. Az angyal együtt sír és nevet velünk. Össze van kötve a sorsa a miénkkel. Őrizője és fenntartója annak a lehetőségnek, hogy fel tudunk emelkedni. Ő a kapu. Nem szabad az angyal tündérnek elképzelni, kis szárnyakkal, lengeruhában. Ha közvetlenül találkoznék egy angyallal, akkor elégnék. Az angyalok nem más, mint Melokkó Miklós keze által jelennek meg a terveken. Több száz angyal lesz majd ebben a katedrálisban, és ezek az angyalok az ön nevéhez fognak fűződni, de én úgy tudom, vagy úgy hallom, hogy ezek az angyalok mind egyenként külön-külön személyiségek lesznek, tehát egyedi angyalok lesznek. Hát ez még hátra van, eltekintve, hogy közben 100 éves lettem. Mindig irigyeltem az építészeket, és most már ezt csinálom, hogy rajzolok valamit, építse meg egy műhely. Megépíthetővé kell rajzolni. Csak gondos és szép legyen, mert akkor az egésznek a hatása az, hogy ez átolcették pontos és szép és komoly. Hányaveti szobrot nem szabad oda rakni. Tulajdonképp félig készet se. Milyenek az angyalok valójában? A lehető legszebbnek elképzelt emberek. Szárnyuk. Tehát tudnak repülni, amit az ember csak repülőgéppel tud megoldani. Az angyalok vágyábrándok. Makovecz Imre a templom tervét következetesen Felső Krisztina városi templomnak nevezte. Az Apor Vilmos térre egy hányattatott sorsú telekre tervezte. Azt remélte, ha csak halála után is valósulhat meg, mégis ez lesz az első és egyetlen templom a fővárosban, pontosan ott, ahol gyermekkora éveit élte. Ám ahogy az évek teltek múltak, a terv csak terv maradt. Sor kerül-e arra, hogy ez a katedrális megépülhet méltó
korona lenne édesapja életművén, ahogy mondta egyébként, hogy ez a terv tulajdonképpen az eszenciája, az égköve az ő eddigi terveinek, az ő munkásságának. Várjuk azt az ihletett pillanatot, amikor egyszer megszületik az akarat és a szándék, hogy ez a templom megépüljön, mert az nyilván meg fogja hozni majd a helyszínt is, ahol ez a templom megépülhet. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ennek a templomnak Budapesten van a helye. Ez a templom, ha megépül, ez, én úgy érzem, hogy a magyarságnak, az európai kereszténységnek egy olyan jele lesz, egy olyan talán zarándok helye lehet, egy olyan spontán pasztorizációs helyszín, ahova betér egy talán egy pillanatban védtelen lelkű turista, akit úgy fog megérinteni ez a templom, hogy más emberként megy ki, mint ahogy bement. És egy ilyen helyszínre szükségünk van. Különösen ebbe az időben, amikor az ember lassan félve ejti ki azt, hogy ő keresztény. Azt gondolom, hogy jelet kell tenni, jelet kell hagyni, hogy ezek a mi gyökereink, ez a mi hitünk. És erre ez a templom, ez alkalmas. Mert annyira nyilvánvalóan hordozza azt a fajta üzenetet, azt a drámát, amiről már beszéltem, hogy azt is meg fogja érinteni, aki számára ez még egyelőre távoli. Miért kell megépülni ennek a katedrálisnak? Önvédelemből. Lelki hatása lehet egy katedrális megépítésének Budapesten vagy Magyarországon? Az ember olyan helyen lakik, ahol ilyen felemelő szép épületek vannak, az ő lelke is megszépül. Mennyi idő alatt lehetne felépíteni ezt a katedrálist? Hát Imre mindig 10 évet mondott, ez nagyon sok mindentől függ, pénz, paripa, fegyver, nem tudom, ez magának talán biztos nem látszik ennyire, de ház még nem nagyon volt ennyire Magyarországra előkészítve. Ezeket a gyárt, úgy hívjuk mi gyártmányterv, tehát az altó alkatrészek meg vannak rajzolva, ezeket kiküldjük, kifaragják, összerakják. Ezen nem fog múlni. Hát azért ehhez egy nagyon jó kő kell, ahogy Miklós is említette, hát azért itt több száz szobornak a kifaragása az nem ennyi ideig eltart. Hozzá kell tenni a Sárt, vagy Reims, Notre-Dame Párizsba, hát ez mind olyan, hogy 100 évekig építették a szobrokat, mindenfélét raktak bele. Én azt gondolom, hogy el kellene kezdeni. Elmentek az oroszok. Elmentek. Szabad országba élünk. Hát miért ne építenénk meg? Mondja egyetlen egy okot rá. Szent Pió atya a 20. század egyik legnagyobb szentje számos jóslatot tett. Az egyik legismertebb ilyen jóslatát éppen hazánkról mondta. Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú űrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra. Makovecz Imre így írt hazánk küldetéséről. Magyarország, a magyarság már felvállalta ezt a feladatot. Ezt a furcsa, titkos feladatot, és Magyarország megint vezető lámpása lesz a Kárpát-medencének. A templomépítők vallják, egy katedrális nem puszta épület, hanem a lelkek gyülekező helye. Aki templomot emel Istennek, egyben szellemi közösséget is épít. A katedrális ügyét felkaroló civilek is így tekintenek kezdeményezésükre, mint a templomépítők egyre bővülő közösségére. Önök egy összeállítást láthattak egy csodálatos tervről és egy ahhoz kapcsolódó kezdeményezésről, amelyet a Krédó stábja a jövőben is figyelemmel fog kísérni, és amint újabb mérföldkőhöz ér a folyamat, arról ismét elsőként fogunk önöknek beszámolni. Most pedig egy rövid szünet következik, de utána is várom önöket vissza.
Németországban közösség elleni uszítás miatt elítéltek egy evangélikus lelkészt, mert a gender lobbyt kritizálta. Olaf Latzel, brémai lelkipásztor úgy fogalmazott, az egész gender mocsok pokoli, sátáni és támadást jelent az isteni teremtés rendje ellen, valamint óvakodni kell a homo lobbytól. Vajon hova lett az egykori protestáns erkölcs és puritánság, és vajon mi vezetett oda, hogy már a Jézus Krisztus tanításával szögesen ellentétes tanítást vallanak a nyugati egyházak? Hogy élhetnek lelkipásztorok homoszexuális házasságban, és miért lesznek templomokból mecsetek, apartmanlakások vagy szórakozó helyek? Erről beszélgetünk a Krédó első részében. Köszöntöm a stúdióban két vendégemet, Gregersen Labossa György, evangélikus lelkészt, a Magyar Evangélikus Egyház Diakóniai Bizottságának elnökét, és Lovas Tibort, a Magyar Evangélikus Egyház Sajtóbizottságának elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Beszéljünk először a konkrét ügyről, az evangélikus lelkész elítéléséről. Mit gondolnak erről a konkrét esetről? Hát evangélikus lelkészként nyilvánvalóan rendkívül felkeltett az érdeklődésem, amikor először ez a hír eljutott hozzám, hisz egy szolgatásról van szó, ezt azért tisztázzuk, és a fraternitás az nagyon fontos az egyházban. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló a híradásokból is kiderül, hogy hát veszélyes szakma ez a lelkészi szakma és a szószék, mert főleg a mai világban, amikor pillanatok alatt fölvesznek dolgokat, és a világhálón keresztül eljutatják oda is, ahova nem kellene feltétlenül. És hogy hogyan fogalmazunk, és itt mit mondunk, még ha igazunk is van, vagy meg vagyunk győződve az igazságunkról, azért az nagyon nem mindegy. És hát a lelkész kollega is végül is elnézést is kellett, hogy kérjen bizonyos megjegyzésére, amelyek talán kicsit kartosabbak voltak a kelleténél, egészen bizonyosan azok voltak. Ez a dolognak persze az egyik része. A másik része az viszont már megdöbbentő, hogy ilyen alapon, mikor egyébként a keresztényekkel szemben, másokkal szemben, nap mint nap olyan drasztikus támadások vannak a világhálón és a médiumokban, és gyakorlatilag se szó, se beszéd, túlteszi rajta magát a világ közvéleménye, itt viszont egy bírósági eljárás indult. Ezért ez eléggé elgondolkodtató, és egy kicsit a demokrácia mai állapotát Nyugat-Európában is tükrözheti. Egyébként nem csak evangélikus körökben kapott nagy publicitást ez a hír, és lehet, hogy azért, mert talán először állítottak Európában igazságszolgáltatás elé egy lelkészt, vagy egy lelki vezetőt, egy papot, hogyha nem rendeződik megnyugtatóan ez az ügy, hova vezethet, vagy hova futhat ki? Véleményem szerint lelkész úr gondolatmenetét folytatva, folytatása lehet. Tehát, hogy gyakorlatilag akkor szabad mindent, mindenkit elővenni az ilyen jellegű kijelentéseiért? Kérdem én, mint újságíró, hogyha mondjuk ezt nem egy lelkész teszi meg, hanem egy német állampolgár, akkor annak vajon milyen következményei lettek volna? Mindamellett, hogy ő bocsánatot kért, mindamellett az ő megkurcoltatását folytatás követheti. Tehát valamilyen szinten én azt hiszem, hogy ki kell állnunk mögötte, mellette, tompítottan, de el kell mondanunk a véleményünket, mert ha nem fogjuk elmondani, akkor még durvább támadásokkal számolhatunk. Egy kicsit távolabbról tekintve mondjuk az európai térképre, hiszen ez egy konkrét eset volt, de nyilván egy tünet is, egy folyamatnak az eredménye. Szóval mi eredményezte azt, hogy ide jutottunk? Egyébként, hogy egy ilyen eset előfordulhat, vagy akár azokat az eseményeket, vagy azokat a folyamatokat, amelyeket a felkonferálásban idéztem, szóval nagyon megváltozott Nyugat-Európában már a történelmi egyházak képe. Miért? Az európai kereszténység, legalábbis amiket itt a sajtóból ez a példa is ezt mutatja, amiket tapasztalunk, hát egyfajta ilyen identitás krízisbe került. És ebben egyébként Magyarország is beletartozik, szeretném elmondani. Tehát itt nem arról van szó, hogy az a ilyen olyan nyugat, nyilván ott sok minden van, mert az a fajta jóléti társadalom, szekularizmus, ami a második világháború utántól, de inkább a 68-as mozgalmak utántól kezdve végig söpört, először ilyen búvópatakként, meglehetősen hát ilyen alamuszi módon, aztán egyre erőteljesebben felerősödve, most pedig ilyen fronta jön velünk szembe, gyakorlatilag kapkodjuk a fejünket nap mint nap, és most nem csak az egyházakról van szó, hanem sok minden más jelenségről. Ez bizony hát erodálta a nyugati evangélikusságot, protestantizmus, de az egész kereszténységet, és ez alól nem kivételek az úgynevezett neoprotestáns felekezetek sem. Tehát ők ugye fiatalabb múlttal rendelkeznek, ambiciózusabbak, erőteljesebbek, harsányabbak, de ők sem kivételek ez alól. Tehát itt egy
összökumenikus gondolkodást kellene megfogalmazni, amiben azért nagy szerepe lenne Róma püspökének, a pápának, hogy, hogy az ökumené kérdése, ugye az a keresztények egység törekvése, ez mit jelent. És például ilyen dolgokban, mint a keresztény üldözés, legyen az Európában, legyen az a világ valamelyik távoli pontján, ahol nagyon drasztikusan gyakorlatilag megölik, elvágják a torkát egy-egy keresztény közösségnek, vagy rájuk támadnak, mint Nigériában, ugye halljuk. Minket különösen is érzékenyen érint, mert ott elég nagy evangélikus közösség is él. Tehát ezekben a dolgokban a világ kereszténységének és az emberről az európai kereszténységnek már a felekezeti határokon egy kicsit felül emelkedve közösen kellene megszólni, és akkor sokkal nagyobb erővel jelen meg a kereszténység, és ezek az erők, amelyek a diabolikus erők gyakran, amelyek a szétrombolásban érdekeltek, ezek is valószínűleg egy kicsit visszavennének a lendületből. Igen, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy itt Európában mondjuk még ilyen erőszakos jellegű támadások nincsenek, de hát itt van például a németországi példa, ugye ezt az evangélikus lelkészt is megtámadták, összegraffitizték egyébként a templom falát is, és gyakorlatilag az Isten tisztelet alatt is vegzálták a közösséget, ahogy láthattuk a közelmúltban Lengyelországban, hogy katolikus papokat és templomokat is megtámadtak a BLM tüntetők. Szóval hogy lehet így a lelkiismereti szabadságot sértetlenül megélni Európában, és hogy lehet így mondjuk a biblikus tanítást eredeti formájában átadni, úgyhogy mondjuk akár milyen erőszakos kényszerítő erő, vagy újkori világtrend ilyen erős nyomást gyakorol az egyházakon. Németországban egy picit a második világháború utáni kollektív bűntudat, mintha kezdene feloldódni egy picikét. Tehát amíg családunkban is vannak kint rokonok, amíg mondjuk a magyarországi kisebbségekkel kapcsolatos eseményeket a német lapok úgy publikálták, hogy őket nagyon komoly atrocitások érik, és ezért ők felhívtak bennünket, mondjuk 3-4-5 évvel ezelőtt, hogy mit csináltok ti odahaza Magyarországon, addig most már arról mesélnek az egyik kis rokonunk tanítónő Németországban, hogy nem tudja tanítani az osztályt, ahol mondjuk 3-4 német gyerek van, mert a többi gyerek nem beszéli a nyelvet, nem tudja tanítani őket írni, olvasni, és ráadásul rendet sem tud tartani az osztályban, mert zavarják a német gyermekeket, zavarja a német gyermekeket az összes többi osztálytárs. Szóval valahol itt kellene azt gondolom, hogy rendet rakni, most már úgy tűnik, mintha oldódna ez a kollektív bűnösség tudat, és valahol azt gondolom, hogy másképp kellene megszólítani ezeket az embereket. Nagy valószínűséggel a problémáikon keresztül beszéltünk, ha már a politikai kommunikációról beszélünk, akkor beszélünk arról, hogy és Jézus Krisztus miként kommunikált. Jézus Krisztus nem változtatta meg azokat a gondolatokat, amelyeket elmondott az embereknek, mint amit az imént mondtam, hogy a politikusságban, ez a kommunikációban úgy jelenik meg, hogy ma, amit mondtam, holnap már lehet, hogy másképp mondom, mert az fog tetszeni az embereknek. Jézus mindig ugyanazt mondta, ha tetszett, akkor is, ha nem tetszett, akkor is ugyanazt mondta. Tehát valószínű, hogy itt kellene egy picit elgondolkodnunk azon, hogy visszahozni ezt a fajta kommunikációt, ha most ezt mondom, holnap is ugyanazt mondjam. Talán csak annyit ehhez kiegészítve, ez a politikailag korrekt beszédmód, ugye említettem, hogy ilyen buvópatakként, de átítatta ez a marxista baloldali szemlélet bizonyos értelem, elsősorban az egyetemeket nyugat-európaiak, volt szerencsém többször is kimenni, egész fiatalon olyan kicsit olyan kalandosnak is tűnt, hogy ilyenekkel is találkozik az ember Magyarország után, rendszerváltozás után, de ez a fajta beszédmód, Ez azért sokszor egyházi körökben is megjelenik. Nem is feltétlenül a szószéken féltés ne essék, hanem inkább a különböző az egyházhoz kapcsolódó szervezeteken keresztül. Ez egyik. A másik viszont nagyon fontos, az egyháznak nem politikailag korrektül kell beszélni, hanem teológiailag korrektül kell beszélni. És ez egy óriási kihívás, de a sok negatívum ellenére én azért optimista vagyok, megmondom őszintén, lehet, hogy ezzel most meglepetést okozok, mert ugyanakkor, és most vagyunk Nyugat-Európánál, a nyugat-európai evangélikus egyház, ami egyébként magában sokan talán nem tudják, nem egyszerűen a luteránus egyházról van szó, hanem a reformátusokról és különböző metodistákról, tehát az evangélikus egyház egy nagy gyűjtőfogalom Németországban, tehát rengeteg olyan hitvalló közösség van, egy kegyességi körök, adott esetben diakóniai szolgáló közösségek, amelyek a szószoros értelmében
hát ezt a hitvalló kereszténységet vallják. De ez nem kerül elő, tehát erről nem beszélünk, ezeket jól lenne bemutatni, mert óriási érték van bennük, csak nyilván a mainstream médiában, hát mindig a botrány, ugye, hát most önöknek ezt nem kell mondanom, mindig a botrány a lényeg, illetve hát mindig itt is azért, hogy a politika gyakran felhasználja azt is, hogy az egyházakról miképpen beszélnek. Igen, mintha két szélsőség lenne jelen, most van egy jó értelembe vett szélsőség és egy rossz értelembe vett szélsőség, ugye amilyen példákat hoztam, tehát hogy azonos nemű lelkész párok szolgálnak németországi parókiákon, hogy szexuális oltárképet is most már felraktak egy templomban, hogy egyébként mecsetté alakítanak templomokat, loftlakássá, hadd ne soroljam ezeket. Az nem csak arról árulkodik, hogy a baloldali beszédmodort vették át, mondjuk az evangélikus egyházak itt-ott-amott, hogyha ezek elszigetelt példák akkor is, hanem ugye azt az ideológiát is maguk kivetették és megélik. Szóval, hogy lehet itt szétszálazni az eseményeket, milyen arányban van jelen mondjuk a németországi evangélikus egyházakban a világi trend és az eredeti biblikus tanítás. Ezzel és ezzel ponton csatlakozik a világ és az egyház egymással, és ennek vannak negatív hozadéka is. Tehát ez egy deformáció, úgy szoktuk mi mondani, ugye mi a reformáció egyháza vagyunk, hogy ez számos területen deformációt okozott az egyházba. Az eredeti apostoli egyházhoz képest, de az sem volt tökéletes, szeretném elmondani, csak olvassuk figyelmesen a Szentírást. És ezért újra és újra, Ecclesia Semper Reformanda, ezt újra és újra meg kell, hogy újuljon az egyház, de hogy újul meg? Ez nem programok kérdése, hanem mindig a Szentíráshoz visszatérni. Tehát a keresztény élet az mindig pisztráng lét, vagy lazac lét, hogy megyünk a folyóval szembe, ha túl akarunk élni, és sokszor a mocsok ömlik ránk, és bizony néha vissza is sodor minket. Ezt éljük át most talán egy kicsit nagyobb lendülettel, mint mondjuk az elején a nagyszüleink, de az sem volt tökéletes. Tehát a küzdő egyház, a világban küzdő egyház, az egyrészt magával hordja azt, hogy a bűn az jelen van a világban, és az egyháznak a bűnnel szemben is meg kell állnia, és az egyházba is beférkőzik a bűn az egyik oldalon. A másik oldalon, hogyha mondjuk ezekre a jelenségre tekintek Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban is, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy bizony el is szenvedjük egymást. Tehát azért az egyháznak azért van egy olyan szerepe is, hogy azok, akik gyengébbek, vagy máshogy gondolkodnak, vagy esetleg tév dolgokat vallanak, nem kell eltűrni, fétes nehézség, szóvá kell tenni, és itt az egyház profétai szerepe nagyon fontos. De elszenvedjük. Sokszor mi is elszenvedjük ezt, mármint azokat a jelenségeket, amik egyáltalán nem tűnnek a Szentírással, vagy az egyház 2000 éves tanításával összhangban. Aktuális kihívások előtt áll Európa, sőt már javában benne vagyunk ezekben a kihívásokban, és mondjuk az LMBTQ mozgalmak vagy a gender lobby csak egy, itt van az illegális migráció okozta társadalmi feszültség és szociális krízis, a terrorcselekmények, a keresztények elleni támadások, szóval a keresztény demokrata alapokat fölemlegetni mégsem divatos mai napság. Miért? Elég nagy probléma ez, hiszen a keresztény demokrata elődeinknek köszönhetjük azt, hogy Európa egységes volt. És most valóban azt éljük, hogy ezt az egységet egy másik egységgel szeretnék felváltani, egészen pontosan ezt a kereszténydemokrata egységet szeretnék valahogy szétverni. Próbáljuk meg megszólítani az embereket, mert nem szólítjuk meg őket, vagy rosszul szólítjuk meg őket, Nyugat-Európában meg még inkább rosszabbul szólítjuk meg őket. Tehát visszatérnék megint arra, tehát csak Jézust tudom idehozni. Jézust kik vették körül? A beteg emberek és akiket meggyógyított. Tehát nagyon sok beteg ember van ma a világban, ezt most jó értelemben mondom, lelkileg beteg ember, akiben valahol a belső én ott van, a jobbik én, meghúzódik valahol a lélek rejtekében, elő kéne csalogatni. Így kellene őket megszólítani, hogy ez a belső lélek, ez a jó lélek előjöjjön. Mert nagyon sokan vágynak ám rá, csak nem találkoztak még ezzel a hívó szóval. Van itt meg egy fontos kérdés, hogyha ezt egy ideológiai vagy világnézeti harcként vagy küzdelemként fogjuk fel, vagy akár vallási küzdelemként, ami most Európában vagy a világban zajlik, akkor valóban fontos, hogy milyen profitai szerepet tölt be az egyház, de az is fontos, hogy kikkel vagy mivel állunk tulajdonképpen szemben. Említett a 68-as mozgalmat, egyébként a marxista ideológia beszivárgását a nyugati egyházakba, de most minthogyha a neomarxizmus reneszánszát élni Európában. Ez hol gyökerezik, vagy miért jelent meg újban, miért ütötte fel a fejét, és mondjuk újból olyan erodációt tudna előidézni a még meglévő történelmi egyházakban? Szerintem a neomarxizmus fordítsuk le ateizmusra egyszerűen. Mert az ateizmus az egy jelenlévő dolog, az amióta gyakorlatilag
hát most akkor egy kicsit szimbolikusan, hogy fejezzem ki magam, tehát a bűneset óta jelen van a világban az Isten tagadás, az Istennek a tagadása. Ez mind a vírus, hogy most egy kicsit ilyen olcsó példát hozzak, jelen van a világban, és ennek különböző megnyilvási formái vannak. Hát a marxizmus, ami a 19. században elindul, maga Marx, az egy kimondottan antikrisztiánus program volt. Ilyen értem, és ateista program volt. És ennek, mivel hogy mindig van, erre mindig van táptala, ezzel lehet osztályharcot, ehhez lehet a nemek közötti harcot, most ugye a mai korban látva, mindig háttér ideológiaként szolgálhat, magával hozza az egyház ellenességet. És most akkor az egyház ezen belül megpróbál ez valamilyen módon igazodni, megpróbál párbeszédet kezdeményezni. Ez általában nem vezetett sikerre, ugye a kommunista vagy marxista keresztény párbeszéd a szocializmusban se vezetett túl sok sikerre, igazából egy kirakat ügy volt. Tehát az ateizmussal nem tudunk mit kezdeni. Az ateizmussal csak egy válaszunk van, hogy ebből meg kell térni, és hívővé kell lenni. És az egyház nem is képviselhet mást. És ezek a példa, amit itt említett, hogy a templomok megrongálása, vagy mit, hát az az őrület, amit Amerikában látunk, ezek egyértelműen ilyen ateista gyökerű, és ez az Antifa, meg az egyéb ilyen mozgalmak, ezek kimondottan keresztény ellenes. És abban az Amerikában, ahol egyébként a középosztály mai napig azért egyfajta vallásossággal él, és ezt komolyan veszi, ezzel számolnunk kell, tehát ezt nem tudjuk azt mondani, hogy ez nincs, ezzel teológusként is foglalkozni kell, és természetesen föl kell mennünk a szavunk. Nagyon sok kedves barátom van, akik nem keresztények. El is mondják, tehát ők élik a maguk életét, de mindig megosztják velem azt, amikor valaki elmegy a családjukból, hogy ő is ateista volt élete utolsó percéig. Tehát az utolsó percben azért mégiscsak kimondta azt, hogy Istenem segíts. És nagyon örülök annak, amikor mondjuk 30-60 ezer magyar keresztények, ateisták, együtt imádkoznak egy futballmérkőzés előtt, hiszen együtt énekeljük a himnuszt. És az hogy kezdődik? Isten áld meg a magyart. Fontos dolog az, hogy ebben a luteránus megszólításban, amit lelkész úrnak is el szoktam mondani, és megosztom itt most akkor önnel is és a kedves nézőkkel, hogy akkor kint van rajtam a Luther rózsa, és beülök egy kávézóba kávézni valakivel, és fizetek, és jön a pincérhölgy, ránéz az akomra, és megszólít. Látom, ön is evangélikus. Boldog vagyok. Felismerte a Luther rózsát. De van, aki megkérdezi, hogy mi ez. Ez egy alkalom arra, hogy én elmondjam, hogy mi ez, hogy mi a kereszténység, hogy mi a mi küldetésünk ezen a világon. És nagyon jó az, amikor azt mondom neki, hogy ön is evangélikus ezek szerint? Igen. Édesanyám minden hétvégén ott van az Isten tiszteleteken, mondom, de kár, hogy önnel még nem találkoztam, jöjjön el legközelebb az édesanyjával, és örömmel fogok majd akkor bemutatkozni az édesanyjának. A konzervatizmusnak ezek a lényegei, ezek a régi alapok, értékek, amelyek nélkül, ha nincs alap, nincs ház. Tehát ez az, amit nekünk a luteránis keresztény egyházunkban is gyakorlatilag követnünk kell majd és vinnünk tovább. Épp most olvastam a Vatikánban az ökumeniért felelős bíborosnak a nyilatkozatát, hogy az ökumeni állapota hogyan áll itt a 21. században, és nagyon őszintén azt mondja, hogy az a probléma az ökumenével, és ez most mindegy, hogy római katolikus oldalon vagy protestáns oldalon, hogy az egységnek a hiánya nem fáj. Tehát nem fáj nekünk az, és ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, és ezt szeretném megosztani itt a tévénézőkkel, hogy, mert nyilván néznek minket evangélikusok, mindenféle felekezethez tartozók, akár ateisták is, hogy fájjon. Ez akkor fog fájni, hogyha a családi életünkben, a közéletünkben és mindenhol újra és újra tudatosítjuk magunkban, hogy ez így nincs jól. És itt most nem arról beszélek, hogy egy gomnyomásra mindent össze kell rakni, mert ez nem fog menni, mert ez egy anachronizmus. Hanem arról, hogy fájjon, és keressük, mert sokkal több az összekötő pont. Például, ahogy mondtam, tehát ezek a jelenségek, amik Európában vagy a világban a kereszténységgel szemben megnyilvánulnak, hogy a keresztény üldözés megint csak. Ezek olyan dolgok, amelyek ökumenikus témák, és itt nem az számít, hogy most valaki misére jár, vagy istentiszteletre jár, vagy baptista alkalomra jár, hanem ezek közös ügyek, és ebben kellene, és ezt alulról kell elkezdeni, hogy ez lassan följöjjön, és ez az erő, és ez fogja Európát megmenteni. Hát tegyem csak annyit hozzá, hogy hát a tüntetésekből is ez jön elő, tehát hogy új Lutert szeretnénk, új Lutert akarunk. Tehát alulról jön a kezdeményezés. Bocsánat, hogy kiegészített. Ezt a záró gondolatot nem is tudjuk ma már überelni. Uraim, köszönöm, hogy itt voltak. Mi köszönjük a meghívást.
Önök a krédót látták. Köszönöm egész éves kitüntető figyelmüket, a sok észrevételt és kedvelést a Facebookon, amelynek rövid idő alatt közel 4000 követője lett. Szerkesztőségünk és a magam nevében is kívánok önöknek szerencsés, boldog új évet. A viszontlátásra a jövő héten.